Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az elég Jeff Crash Bandicoot 3 végigjátszásom újabb videójából. Hú, az előző részben elég sokáig haladtunk, a 15-ös pályáig mindent megcsináltunk, szóval hát mi más jönne, mint a 16-os Swing Finator. Mielőtt elkezdenék rohanni a relikviáért, nem veszem fel még azt a órát, hanem lelövöm, mert itt hátul kettő darab 3 másodperces doboz található, ami nagyon-nagyon fontos. Vagyis én úgy gondolom, hogy ez sokat jelent. Jó, és akkor felvettünk közben már egy maszkot, a maszkok is nagyon fontosak. Úgy, na itt még átérek gyorsan. Oké, átértem, és itt egy trükk, jobbra el kell ugolni és pörögni gyorsan, sokáig nyomogatni a négyzetet, és akkor pörgök, és megérkezek, hogy levágom az utat, itt pedig nem akarom, hogy eltaláljon valami a falból, a csapda nehogy elkapjon, úgyhogy itt gyorsan megyek, úgy 4 másodpercet összepörgök, és futok is tovább. Remélhetőleg még már nem fogok átérni, nem értem, hát új, itt veszítem el felé az értékes másodperceket, na de itt van 3, ott van 2, azt nem veszem fel, itt megint 2, ó, a maszk, ott van, jó, maszk, ott volt a kék platform, láttátok? Szóval még a kék drágakő kell, és majd vissza fogok térni ide, és megszerzem majd azt a sima drágakövet, ami azon a platformon belül van, kis rövid pálya. Itt pedig egy kis nyugodt utazás következik, megint időhúzás. Na de itt a következőnél már nem muszáj nyugodtnak lenni, ugrunk magasat, és éppen hogy elérhetünk oda a sarkára. Utána pedig itt van a harmadik maszk, amit nagyon fontos, hogy megszerezzük mind a három maszkot ebben a pályában, hiszen itt már végig rohanhatunk a pálya végéig, és megkaphatjuk 1 perc 3 másodpercre az arany relikviát. Erről van szó, vissza is érkeztünk. Még, amint mondtam, visszatérünk majd a sima drága kőért. És Kokóval fogunk most repülőzni. Oké, akkor nekünk azt a piros öllékballant kell lelőni, és indul is az óra, közben pedig már egyből megcélozzuk ezeket a járműveket, a légi járműveket, ezeket a nagy zeppelineket, lelőjük, Cortexnek nincs esélye. És a kis segédjei nem is találnak el, amíg meg nem szólalok, mert megszólalok és egybe elkezdenek lelőzni. Nincs igazam? Nem baj, hogy gyógyítottam magamat egy kicsit, úgyhogy már 100%-a van az életem, na de már is nem kedvelnek. Hú, két oldalról támadnak. Na, ne olyan hevesen, szép óvatosan. Gyerünk, na. Jó, megvan. Nem szégyelitek magatokat, én itt csinálom a dolgom. És már mindjárt végeztem is a dologgal, így van. 50 másodperc. Na, hát ez elég gyors lett, nem? De még milyen gyors platinát ért. Egy platinát hoztunk az a Kokóval. Erről van szó, gyerünk, táncol, vagy nem. Hát ő nem akar táncolni, és Kokó nem menjen messzire, mert újra ő következik, csak most jetskizéssel. Gyerünk! Egy másodperc, most nem ugrok, hanem megyek itt szépen oldalt, és odafigyelek. Ó, valaki az ágyúval nagyon lövöldöz, de az a láda nem volt értékes, hiszen nem segített minket az utunkon. Azt a 2 másodpercet viszont sikerült ott hagynom, gratulálok. Taps. Na itt kell ugratni egy nagyot, mert 3 másodpercet ért az a nagyszerű hátraszaltó. Erre kerülöm meg ezt a szigetet, és hukkapitány! Na jó, valójában szerintem már nem hukkapitány, csak... Hát csak úgy nevezem. nem is tudom, miért nevezem én hukkapitánynak. Talán arra hasonlít a legjobban. Fán Péter, már megint a Disney mesékről beszélek. Nem értem, hogy mi van velem. Erre nincsen semmi, hogy itt körbejöttem. Semmi tényleg. Nem baj, de az ugratónál volt. Ott volt bizony. És... Hú! Na jó, nem fordulok vissza azért a dobozért. És a nagy fehér cápa nem kapott el. Rendben. Akkor itt most ugrok egy nagyot. Igen. Itt a 3 másodperces dobozért. Illetve ott van Hukkapitány segélye, aki megpuszilta a jetskinket, úgyhogy elveszítettem egy maszkot, de nincs baj.
Nincs baj, itt a maszkok csak erre valóak. És akkor így most ugratások következnek, mindenféle mutatványt csinálnak, Shirai uraságot is ott hagyjuk. Szegény mindig rászár a dobozra, az az egyetlen otthona, mert messzebb nem bír szállni. De én pedig mit tettem? Kokó. Nem, Kokó mit tettem? Láttátok? Nem leszünk így jók. De hogy is majd arrébb repül. Tényleg, azt még sosem néztem meg. Hogy szétütöm a dobozát, és akkor hova megy? Na, pedig már többször játszottam ezzel a játékkal. Azt szépen ott hagytam. Nem, az nem volt szép. Egy csúnya volt, nem is vagyok rá büszke, de úgy érzem, hogy jó időt fogok futni. Oké, és itt van 3 másodperc, ami sokat segít. Itt közöttük gyorsan. Bizony, mert itt a célegyenes, és ugrok egy nagyot, és 1 perc, 22, majdnem 23 másodperc, ami aranyat ér. Bizony, egy arany relikviát. Kokó most sok időt kapott a videóba, 2 pályát is. Ügyes volt, hiszen platinát szerzett a 17-es pályán. Future Frenzy. A jövőbe utazunk. Itt 2 drágakő is van, de előtte még a relikviát szeretném megszerezni. És minden bizonnyal sikerülni is fog. Lassan. Ott egy jó, ez egy 3 másodperces volt a nitró mellett. Kicsit trükkös kiszedni onnan, de mindenképp hasznos. Mindenképp hasznos. Ezek a lézerek nagyon nem kedvelnek engem. Vagyis inkább... Hát nem engem, mert ők csak ott vannak. Ők nem az, hogy nem engem kedvelnek, vagy nem kedvelnek. Nincs érzésük. De az biztos, hogy ott vannak. Miért vannak ott? Hát akadályozzák a bendikútok életmódját. Ott van 3 másodperc, amit egy pocak puffanással... Hát ez én szerintem... Nem tudom, valaki mondta el már, de azt pocak puffanásnak hívják. Szerintetek mennyire jobb? Na, oké. Akkor pörögjünk is tovább, hiszen itt a 2. maszk, és lesz 3. is, ami nagyon sokat fog segíteni, mindenképp szerezzétek meg. Hop, jó, itt egy csusszanás, és itt is van, és rohanhatunk, nincs megállás, semmi nem állhat az utunkba, csak ez. Mert várni kell, miért kell válni? A jövőben már nem várunk, mert minden azonnal ott van. A mobiltelefonunkat. Na de itt érjünk vissza a TNT-kre. Még tégre elkaptalak, és még ezt a 2 dobozt, így bizony. Hopp, csusszanás inkább, az jobb lesz, oké. Ezt a 2 másodpercest, és pörsz a lifttel. Hallod, milyen hangja van. Láttam mindenit. Semmi baj nincs. Mert, itt nem kell ugrani, hanem arra menni, és utána 1, 2 a magasba, átugrom, utas, itt a pálya vége, 1 perc, 28 másodperc, ott maradt még, vissza fogunk térni rá, ne aggódjatok, na de itt a pálya, a Tomb Raider, a 20-as, ahol meg lehet szerezni a kék drága követ, amit meg is fogunk, méghozzá most azonnal, tehát most éppen szaladok a relikviáért ezen a nem könnyű relikviás pályán, hiszen itt nagyban akadályoz minket ez a víz, tehát állandóan megnövekedik a vízszint, és ott hát meg tudunk fulladni. De hogyha ügyesek vagyunk, akkor tudjuk úgy időzíteni a futásunkat, ugrásainkat és pörgéseinket, hogy pont jó legyen, és pont mindig tudjunk haladni, amennyire csak lehet. Viszont azért néha meg kell állni, de nem sokáig, hiszen csúszunk, ugrunk és pörgünk, akkor hatalmas területet át tudunk ívelni a magasba. Na de itt van ez a platform, amit úgy tudunk elérni, hogy halál nélkül kell eljutni idáig. Tehát nem szabad meghalni. Jó, és amikor megérkeztünk, akkor ez az a kis titkos hely, a titkos helyszíne, útja a pályának, ahol meg lehet szerezni a... Na jó van, azt nem tudom, hogy értem túl, de ott tartottam, hogy itt, ezen az úton tudjuk megszerezni a kék drágakövet. Ez egy jó kis trükk, hiszen ezek mindig mozognak és rá tudunk ugorni. Kipörgetjük az ajtót, és ott van, már látom, itt a vége is. Necces, rizikós és szerencsés volt ez a futás, de kék drágakő és aranyrelikvia
szaladásban. Egyszerre szereztük meg, na ez mindenképp megérdemel egy lájkot, vagyis engem nagyon szórakoztatott, és szerintem eléggé ügyes voltam, vagy szerencsés. Na de, térünk is vissza a kék platformra. Ez a Swing Sinator a 16-os pályán, csak ide vágtam a videót, hogy ne kelljen ugyanazt látnotok, amit már láthatatok tőlem. Úgyhogy megérkeztünk erre a különleges pályára, itt minden olaj, ha nem tévedek, vagyis ilyen csúszóka. Úgyhogy ügyesnek kell lenni, mert a majmok nem szeretnek minket és megdobálnak. Kakival? Na, írjátok le kommentbe, hogy mivel dobálnak a majmok. Oké, látjátok mennyit jelent? Mennyit jelent a pörgés? Bizonyán életeket ment. Na mivel dobál? Avokádó? Vagy mivel? Maggal? Vagy? Nem tudom, de a drága követ már is megszereztük, végig rohantunk ezen is. És akkor... készen vagyunk. Vagy nem? Bizony, aki csak ide tekert, az nem tudja, hogy a Future Frenzy-t azt még nem csináltuk meg. Úgyhogy lejövünk ide. Megszereztünk plusz 5 relikviát, és itt van a Future Frenzy-nek a két drága kövje. Mármint innen lehet csak megszerezni mind a kettőt. Így kezdődik. Szépen leszedem lassan az ellenfelemet, azt a döglegyet. Szétszedem aztán 4 egymásra tett ládát, 3-at, ugrok, pörgök, wow, azért lassan a testem. A nitrókat kell kikerülni igazából, ez a nagy nehézsége, illetve az állandó figyelem, hiszen mindenütt vannak akadályok. És ilyen még nem volt, hogy szembe kellett menni vele, mindig csak így oldalt voltak. Amikor két dimenzióba kellett mozogni Crash-el, akkor szoktak olyan platformok lenni, olyan kis karikák. Itt óvatosan, nem akarom, hogy akárki megsérüljön. Mondom, akár, még ti se. Jó, itt várunk egy kicsit, és ugrás, jöhet pörgés, maradjunk a levegőbe. Én nem pedig nem rizikózom, hanem tovább pörgök. Megvan. Az első drága kő. Na de... ezzel még nincs vége a pályának, ugyanis kell a második, amihez össze kell szednünk, össze kell törnünk a maradék dobozokat. Ami mit jelent? Visszamenni a pálya elejére, hiszen nem oda tett ki minket az a utazó platform, nem oda vitt minket az a vonat, az a villamos, az a karika, hanem ide a pálya közepére. Hát miért? Miért vitt ide minket? Megmondom miért. Hogy menjünk vissza? Bizonyám. Ez a nehézsége ennek a pályának, vagy inkább a egyedisége, vagy a kihívás, ez a kihívás a pályába, hogy visszafele is menni kell, és na jó, ebben most nem volt kihívás. Láttátok, hogy én átugortam, nem? Vagy ez az én hibám volt, hogy szegény a maszk annyi lett neki? Sajnálom, aku. Sajnálom. Na de, ott tartunk, hogy visszajövünk még egyszer, és... hát magunk felé kell jönni, és ha jól jól emlékeztem, és hallom is, hogy itt zümmög... Na ez rizikós volt, a lézer majdnem elkapott minket, de a lényeg az, hogy itt csak óvatosan kell közeledni a képernyő felé, magunk felé, kikerülni trókat, és itt a mozgó föld is, a mozgó padló is kellemetlenül vitt minket a lézer sugárba. Gyerünk még... Inkább várok. Nem akarok újra kezdeni checkponttól. Ott van egy ellenfél. Még mindig nem tudom micsoda. Mi vagy te? Itt óvatosan. A nitró mellett van egy doboz. Rendben. Hopp, egy úcs! Na jó, azt nem vettem észre. De ugrok egy nagyot, csak azért, hogy leneessek. Mondom, leneessek. Gyerünk, fut. Hopp. Oké. Itt van egy TNT. Illetve, idefent a dobozok. Várjál csak, akkor ez már... jól emlékszem, nem ez a pálya eleje? De azért megnézem, biztos, ami biztos. Pik, ide dob ki minket a pálya, hogyha fentről közelítjük meg, de mi alulról az extra pályák közül indultunk. Tehát ott volt a 26-30-ig lent a fő helyszín alatt van 26-30-ig a rejtett pályák, az extra pályák.
amiket a relikviák megszerzésével lehet feloldani, és mi feloldottuk a 28-est, ami ugyanígy a Future Frenzy, csak egy másik helyre vitt minket. És most már csak annyi a dolgunk, hogy befejezzük a pályát, ugyanis teljes mértékben visszajöttünk a pálya elejére. A titkos helyen már megszereztük a dobozokat, most már csak végig kell haladni, úgy ahogy a kristályért mentünk. 133 van összesen ezen a pályán. Szerintem ez az a pálya, ahol a legtöbb ilyen doboz van. De hogyha van olyan pálya, ahol több van, akkor írjátok már a kommentben. Nekem most több nem, más nem jut eszembe. Na akkor a kérdésem, amire írjátok a kommentet, hogy ebbe a pályába kell a legtöbb dobozt összetörni? Köszi szépen a válaszokat. Jó, de mi ott tartottunk? Szétrobbantom azt, hogy mit volt? Ó, 99 életünk van, és már több nem is lehet. De fura, nem? Miért nem lehet 100? Mi baj a 100-a? Az olyan szép kerek szám, nem? Nem gondoljátok. 99 is nagyszerű. Sőt, több is, mint ami kell. Több is, mint ami kell. Ó, na, ugráljuk, hogy inkább lődjezzek, inkább bemutatom a bumpa vetőt. Ó, és erre emlékszem. Mert itt a pálya vége. Na nézzük, megszereztük-e. 120? Így már mindjárt más. Drága kerül. Ide! Mind a kettőt megszereztük. Egy, és még egy. Úgy bizony, na foglaljuk is össze, hogy mit szereztünk meg. Hát röviden, tömören, 16-tól 20-ig mindent megszereztünk. Már 1-től 20-ig megvan szerezve minden. Két pálya is volt Kokóval, a 17-esen, a repülősen pedig platinát szereztünk. Na, nagyszerű, szép munka, Kokó. Nos, akkor, hát egyszer iratkozz fel, és akkor kapod az értesítést, ha a következő videómat feltöltöttem.